A Budai Magazint látják, köszöntöm nézőinket. Dr. Tomka János, Károli Gáspár Református Egyetem tanára és dr. Bőgel György közgazdász Biblia és Menedzsment című trilógiájának harmadik kötete rendhagyó módon a modern kori vezetői dilemmák bemutatása mellett bibliai történetek tanúságaival kíván segítséget nyújtani a döntési helyzetekben. Mai adásunkban a könyv szerzőivel, dr. Tomka Jánossal és dr. Bőgel Györgyel beszélgetek a könyv kapcsán. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk és elfogadták Köszönjük szépen a bizalmat. Kezdjük talán rögtön azzal, hogy azt gondolom, hogy a mai világunkban nagyon felgyorsult minden. Azt látjuk, hogy mindenki az első akar lenni, mindenki a leggyorsabb akar lenni. Sok mindenki talán át is gázol a másikon, csak azért, hogy mondjuk olyan vezetői státuszba kerüljön. Ezzel szemben a Biblia pont az ellenkezőjét mondja, hogyha jól gondolom. Jól gondolja, és ugye nagyon jól rávilágított a mai világnak arra a tulajdonságára, hogy rendkívül gyorsan változnak a dolgok. A technológia például nagyon gyorsan fejlődik, gazdasági helyzet, válságok jönnek, válságok mennek, konjunktúra jön, vállalatok megváltoznak, és tényleg hajtunk, tényleg egész nap dolgozunk, és sokszor megfeledkezünk arról, hogy mi lesz a tetteinknek a következménye. És most nem arra kell gondolni, hogy valaki elhatározza, hogy gazember lesz, és valami rosszat csinál, hanem hogy nem vagyunk tisztában azzal, hogy miközben vezetők vagyunk, döntéseket hozunk, beruházunk, fejlesztünk, embereket veszünk föl, áttelepítünk termelést másik országba, hogy ennek társadalmi következményei vannak, és emberi hatásai vannak, és erre jók ezek a bibliai történetek, hogy felidézik, hogy milyen megfontolásoknak kellene meghúzódni a döntéseink mögött, miközben annak szakmainak kell lennie. Ugyanakkor a mai nagy menedzsment gondolkodók is rájönnek, hogy mik az igazi értékek, mik egy vezetőnek a valódi erényei. Például Jim Collins azt mondja, hogy a vezetőnek két legfontosabb tulajdonsága van. Az egyik így fogalmaz, hogy mélységes alázat, és a másik pedig a kemény elszántság. És a Bibliából pont ezt látjuk, hogy ezt a képet tárja elénk, hogy ez az elvárás. Önök mit tapasztalnak, mennyire ez a tendencia ma hazánkban, ahogyha a vezetői szférát nézzük? Hát amit tapasztalunk az, hogy az értékek tekintetében van egy elbizonytalanodás, de ez világjelenség. Tehát nagyon megváltozott a világ mondjuk a 90-es évekhez képest, vagy a századfordulóhoz képest. Volt mögöttünk most, vagy van mögöttünk most egy nagyon kemény válság, ami az elmúlt 100 évnek talán a második legsúlyosabb válsága volt. Nagyon sok korábbi nézet megingott, megdőlt, egy csomó bizonytalanság van a levegőben, nem tudjuk, hogy egyes dolgok milyen irányba fejlődnek, és emiatt van egy ilyen értékvesztés, és értékeket keresünk, és ennek a könyvnek az egyik legfontosabb mondani valója az, hogy ezeket az értékeket mindenkinek magának meg kell találnia. Sőt, talán azt mondhatnánk, hogy azok az értékeket vallanak az emberek, vagy a vállalatok, vagy a vezetők, azok nagyon közel állnak az örök értékekhez, de általuk valóban követett értékek meg nagyon messze vannak. És ez figyelhető meg, hogy a vallott és a követett értékek közötti szakadék, mintha az utóbbi néhány évtizedben nőtt volna. Mindjárt rá is térünk rögtön a kötetre, de azt gondolom, itt láthatjuk is, hogy az előző kettőről is egy picit beszéljünk, hogy hogyan kapcsolódik a harmadik, hogyan épülnek egymásra. Ugye az elsőt láthatjuk, ha jól tudom, ugye egy pillanat, egy picit puskázom, vezetés egykor, és most ez volt az első. Picit talán próbáljuk meg összefoglalni, hogy mivel kezdődött ez a sorozat, miről szól elsősorban. Az első kötet az 2010-ben jelent meg, tehát összesen ez a három kötet körülbelül 10 évnek a munkája, nem csak a szerzőké, hanem a remek kiadók és szerkesztői is. Előadás sorozatot tartottunk Tomka Jánossal Tatabányán, a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján. Hallgatók számára, és nyitott volt nagy közönség számára is, tehát sokan eljöttek a városból gyakorló vezetők is, olyan módon, hogy modern vezetési témákat állítottunk párba bibliai történetekkel. Tehát volt egy modern elemzés, volt egy bibliai elemzés, és aztán beszélgettünk a közönséggel. Nagy érdeklődés volt, tehát a főiskolának a nagy előadáját bocsátották a rendelkezésünkre, sok ember eljött, és akkor határoztuk el, hogy könyvet fogunk írni. Akkor született meg az első, az egy módszertani jellegű kötet, 10 vezetési módszerrel,
alaptémával foglalkozik, aztán 4 évre megszületett a második, kicsit magasabbra emelkedtünk, és stratégiai döntések környékén próbáltuk meg ugyanezt a kérdést, az értékeknek a kérdését felvetni, és most pedig olyan témákat kerestünk, amelyek abszolút modernek, tehát amelyeket, hogyha az ember bekapcsol egy televíziót, vagy olvas egy újságot, vagy egyszerűen csak sétál az utcán, szembe jönnek az emberrel, és egy csomó kérdést felvetnek benne. Ez a harmadik kötet, amit hagyunk magunk után. Miért érezték úgy, hogy szükség van erre, ezekre a kötetekre? Ugye, ahogy már említette is, egy előadás folyamán fogalmazódott meg az elképzelés, hogy erről kéne beszélni, mert ennyire érdekli az embereket, és ennyire kíváncsiak erre. De mégis mi volt az a kiinduló pont, amikor érezték, hogy na, akkor ebből több is kéne, mint csak egy idézőjelben, mint csak egy előadás? Talán azt érdekes megnézni, hogy miért jött létre az előadás sorozat, ha már az igényekről beszélünk. 2008 tavaszán órát tartottam a főiskolán, és ott a hallgatókkal a hatalom kérdéséről beszélgettünk, és azon belül is a jellem kérdéséről. És akkor tanulmányoztunk egy szemelvényt, abban volt egy szövegdoboz, aminek az a címe, hogy a szociológus samaritánus. Annyi a szöveg, 2 szociológus megy a utcán, a járdán, látnak agyba főve verve feküdni egy embert. Egyik azt mondja másiknak, szörnyű dolgok történnek a világban, valakinek segíteni kellene rajta. És akkor elkezdtem a hallgatókkal beszélgetni, tudják-e mi az, hogy szociológus, tudják-e mi az, hogy samaritánus, vagy szamaritánus más fordításban. Hát az utóbbiról fogalmuk se volt, és akkor elmagyaráztam nekik ezt a híres bibliai történetet, az irgalmas samaritánusról, és a viszonyt az akkori Palesztinában a zsidók és a keverék nép samaritánus sok között, és azt figyeltem meg, hogy ezek a hallgatók csöndben vannak, borzasztóan érdekli őket. Utána oda mentem a rektorhoz, mert elkezdtem gondolkozni rajta, hogy nem ezek a fiatalok tehetnek arról, hogy nincsen semmiféle ismeretük a Bibliának a nagy történeteiről, nagy példázatairól sem. Elmondtam a rektornak, és azt mondta, hogy csináljatok valamit, és így született meg az előadás, hogy segítsünk, hogy valami ismeretet azért csak kapjanak. Folytatva a főszálunkat még, előre is elnézést kérek ezért, amit most mondani fogok, de a póker tudományában is azt mondják, hogy nagyon sokan a technikákat beépítik akár a saját menedzsmentjükbe. Ezt jól gondolom, illetve nagyon-nagyon sok hasonló tudomány is próbál becsatlakozni ebbe. Na most a kérdésem az lenne, hogy akár egy hívő vezető hogyan tudja eldönteni, hogy ebből akár mint a póker tudománya, ebből az ottani technikákat mennyire használhatja fel a sajátjaként? Nem tudom, hogy mennyire világos ez a kérdés, amire most gondolok. A könyv az hívőknek és nem hívőknek egyaránt szól. Tehát amikor mi megírtuk, akkor nem arra gondoltunk, hogy ezt csak hívő emberek fogják elolvasni. Biztos vannak a vezetők között is hívők. Azt látjuk egyébként, hogy ugye van egy technikai kérdés, hogy egy vezetőnek jól kell vezetni, ennek megvannak a technikái, tehát a kommunikációnak megvannak a technikái. Azt eldönteni, hogy én most akkor nem tudom, robotokat fogok használni, mesterséges intelligenciát fogok használni, hogyan használom a modern technológiát, ez nagyon nagy részben szakmai kérdés. De a technika mellett nem tűnhetnek el ugye azok a megfontolások, amelyek a bibliai történetekből jönnek, azok az értékrendbeli megfontolások, hogy miközben én hozok egy döntést, ekközben például segítek, vagy ártok valakinek. Ugye ez a klasszikus történet, ez a samaritánus történet is benne van az egyik kötetben, a második kötetben, hogyha jól emlékszem, hogy ki segít nekem, és én kinek segítsek. És ez például azzal a kérdéssel állítottuk párhuzamba, hogy egy vezető, amikor dönt arról, hogy hova telepít egy gyárat, hova telepíti a termelést, a különböző vállalati funkciókat, ekközben vannak olyan embercsoportok, akiknek használ, akik munkát kapnak, biztonságosabb életet kapnak, de onnan elviszi, ott viszont az emberek rosszul érzik magukat, és úgy érzik, hogy becsapták őket. Na most hogy lehet ebben a helyzetben valamilyen értékalapú döntést hozni, miközben technikailag végzem a számításokat a papíron, költségeket teszek egymás mellé,
hasznot elemzek, és így tovább, hogy eszembe jutnak-e egyáltalán ezek a szempontok, miközben a technikát jól használom. Azt gondolom, hogy emeljünk ki pár fejezetet, csak hogy a nézők is kicsit közelebb érezzék magukat magához a műhöz. Pár fejezetet, ami mondjuk persze mindegyik nagyon fontos, de amik mondjuk ilyen vezérszálak lehetnek a mostani könyvben. Ugye mit hagyunk magunk után, ez a cím a könyvünknek, a könyvnek? Hát talán kezdjük az elsővel, a mesterséges intelligenciának a kérdésével, amely témáról aztán érintőlegesen további fejezetekben is szólunk. Például a hatodik fejezetben az etikus programozás fejezetének a kérdésében is. És hát ahogy ezek föl vannak építve ezek a könyvek, minden egyes fejezetben először egy elemzés történik a mai helyzetről, ezekről a kérdésekről. Mesterséges intelligencia, legújabb fejlemények, legnagyobb dilemmák, legnagyobb kérdések, amelyek foglalkoztatják ma már az utca emberét is, azt lehet mondani. És utána ahhoz kerestünk egy bibliai történetet. Hát a modern részeket Bögel György írta, és én hozzá pedig ezeket a néhány ezer éves esettanulmányokat elemeztem. Mit tapasztaltak? Mik a visszajelzések? Nyilván a legújabb kötet az, hogyha jól tudom, szeptember 20-án jelent meg. Tehát erről még azért gondolom annyira nem tudunk bővebben, viszont az első kettőnél milyen visszajelzések érkeztek önökhöz? A visszajelzések nagyon fontosak voltak, tehát hogyha nem kapunk pozitív visszajelzéseket, valószínűleg elveszítettük volna a kedvünket, és legfeljebb megírjuk az elsőt, de a másodikat semmiképpen. Látszott, hogy érdekli az embereket. Az is látszott egyébként, hogy aki arra gondolt, hogy itt most elolvas egy fejezetet, találkozik egy modern elemzéssel, és kap mellé egy bibliai történetet, és azt hiszi, hogy megkapja a végső megoldást, az ebben csalódni fog. Tehát mindenképpen arra törekedtünk, hogy gondolkodásra késztessük az embereket, és ne arra, hogy valamilyen kész receptet kapjanak. Tehát ez mindenképpen benne van a könyvben. Ami most felkeltette az érdeklődést, mert azért beszélgetéseket folytattunk, meg voltak már találkozók, ahol találkozhatunk jövendőbeli olvasókkal, meg hát a szerkesztők, a lektorok elolvasták a könyvet. Most a legnagyobb érdeklődést úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia kelti föl. Talán 3-4 olyan fejezet van a könyvben, ami közvetlenül vagy közvetetten ehhez a témához kapcsolódik. Mindenki érzi, látja, hogy a technika rendkívül gyorsan fejlődik, mindenki találkozik, belép egy bankba, vásárol, találkozik most már egészségügyi intézményekben, találkozik modern technikai megoldásokkal, mesterséges intelligenciával, és mindenkiben felmerül az a kérdés, hogy végül is én fogom-e szolgálni a gépeket, vagy a gépek fognak szolgálni engem, és amikor a gépek döntenek rólam, hitelkérelmemet jóvá hagyják, biztosítási ügyeimet rendezik. Ekközben vajon etikai szempontokat mérlegelnek-e, és milyen fajta etikai szempontokat, és végső soron ki lesz etikusabb, a gép lesz etikusabb, vagy az ember lesz etikusabb. Tehát azt hiszem, hogyha találkozunk megint olvasókkal, akkor talán ez lesz a legforróbb téma az elkövetkezendő időszakban. Akik mondjuk nem hívőként, ugye nem csak hívőknek szól, önök is már elmondták a könyv, de aki mondjuk nem hívőként olvasta, érkezett olyan visszajelzés, hogy azt mondta, hogy pontosan a bibliai példákból elkezdi mondjuk olvasni a Bibliát, mert annyira elgondolkoztatta, és olyan igazságokat fedezett fel, olyan párhuzamokat fedezett fel, hogy azt gondolja, hogy igenis érdekli, és ebből tanulni tud, és a mai korba is talán be tudja építeni az ott olvasottakat. Hát olyan konkrét visszajelzés, hogy ezáltal kezdte el olvasni a Bibliát, arra nem emlékszem, de számos olyan visszajelzés jött nem hívő emberektől, hogy számukra teljesen érthető módon vannak bemutatva ezek a történetek. Hát arra törekedtünk, hogy nem a bibliai történetek elemzésénél, hogy nem feltételeztük azt, hogy valami konkrét ismerete van az embereknek, bemutatjuk a kort, a kontextust, a helyzetet, hogy érthetővé legyen a mai embernek a számára, és úgy látjuk a visszajelzésekből, ugye sikerült úgy megtenni, hogy a már magukat kereszténynek valló emberek is, akik valamilyen szinten ismerik a Bibliát, azoknak a számára se unalmas ez az elemzés.
Olyan visszajelzést kaptam, és tudnék egy-két példát mondani, hogy valaki, akiről én nem tudom egyébként, hogy hívő vagy nem hívő, azt mondta, hogy még sose gondoltam arra, hogy ismertem ezt a történetet, olvastam, de sose gondoltam arra, hogy ezt a két dolgot valamilyen módon össze lehet kapcsolni. Tehát egy modern vezetési problémát, beruházásoknak a kérdését, technikai fejlesztésnek a kérdését össze lehet kapcsolni egy bibliai történettel, és a bibliai történet ad nekem valamit ahhoz, hogy jobban megértsem annak a döntésnek, vagy annak a technikának ezeket a társadalmi, emberi, értékbeli aspektusait, amelyek egyébként benne vannak, csak erre sohasem gondoltam. Tehát ilyen visszajelzésünk volt. Mik a jövőbeni tervek, esetleg közönség találkozó, hogy ezért akik akár már elkezdték a harmadik kötetet olvasni, ők is jobban betekintést nyerjenek azáltal, hogy három trilógiát elolvassák. Tehát közönség találkozóra akár kerekasztal beszélgetés ugye nem régen volt, de ugye ennek folytatása lesz esetleg, illetve egy következő köteten dolgoznak már esetleg, vagy milyen tervek vannak ezzel kapcsolatban? Két konkrét terv van, amire már meghívtak bennünket. Az egyik lesz egy könyvest a Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsának. Több könyv bemutatója lesz most októberben, ahol a mi könyvünket fogjuk először bemutatni, és lesz beszélgetés róla. Illetve konkrétan a Pécsi Egyetem jelezte, hogy az ősz folyamán szeretnének meghívni minket, és ott a hallgatókkal erről a kötetről beszélgessünk. Hogy lesz egy újabb kötet, negyedik kötet, erről még nem döntöttünk. Ugye az előző köteteknél sem döntöttünk a folytatásról, tehát az elsőnek a fedelén nincs is rajta, ez egy sorozatnak az első darabja. Mindig akkor döntöttünk, amikor eltelt valamennyi idő, ugye ez konkrétan 4 év volt az egyes kötetek esetében, és úgy éreztük, hogy beérik 10 újabb téma. Tehát, hogyha beérik 10 újabb téma, és úgy gondoljuk, hogy ezt meg kellene írni, akkor meg fogjuk csinálni. Ha ez nem következik be, akkor nem szeretnénk ebből egy olyan sorozatot csinálni, aminek a színvonala csökken, és akkor egyre rosszabb dolgok jönnek ki a végén. Konkrét cél volt, azt gondolom, Cáfolyanoknak, hogyha nem így van, hogy még a fiataloknak, tehát hogy a fiataloknak, akár egyetemen tanulóknak már adjanak egy ilyen kapaszkodót. Igen, tehát amellett, hogy hívőknek, nem hívőknek írtuk, tehát függetlenül, hogy milyen világnézettel rendelkeznek az emberek, de akik komolyan szeretnének szembesülni ezekkel a kérdésekkel, ugyanúgy az is kívánságunk volt, hogy olyan könyvet írjunk, ahol a különböző generációkat meg tudjuk szólítani. És nagyon sokat beszélnek ma a generációk közötti ellentétekről, különbségekről és hasonlókról, ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy az embernek az alapvető kérdései azok örökök és ugyanazok, és ennek is roppant örülünk, hogy mind fiataloktól, mind idősebbektől pozitív visszajelzést kaptunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és beszéltünk a kötetről. Nézőinek pedig, hogyha felkeltette az érdeklődését, akkor Mit hagyunk magunk után címmel a harmadik trilógiát is megtalálják a boltokban, hogyha jól gondolom. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Köszönjük szépen a meghívást. Köszönjük szépen. Nézőinek is köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk egy hét múlva. Viszontlátásra!